kormány a magyar kulturális élet teljes szétverésére készül. Egy friss törvénytervezet szerint beszántják a nemzeti kulturális alapot. Az önkormányzati színházak igazgatóinak kinevezéséről és felmentéséről ezentúl a miniszter döntene. A kőszínház, amelyik nem kér a minisztériumi felhatóságból, ezentúl elesne az állami támogatástól. A törvénytervezet megszüntetné a független színházak támogatását, ezzel a biztos halálra ítéli őket. Demokráciában széleskörű szakmai egyeztetés nélkül nem hozhat törvényt a parlament. Nem végezhet radikális átalakítást. Sem a kultúrában, sem semmilyen területen. Én már színész voltam a 60-as, 70-es, 80-as években is. 30 év demokrácia után nem gondoltam, hogy egyszer ugyanúgy fogom magam érezni, mint akkor. Sok korszakot láttam már a színházban, amikor igazodni kellett. Egyik sem volt jó. Kezdenek visszaköszönni a 70-es évek. A központi ellenőrzés, a cenzúra. Én ezt már megéltem. Ne legyen újra. Egy ilyen egyeztetés nélkül titokban készült törvénytervezet ellen tiltakozni a szakmai és lelkiismereti kérdés, és ez a kettő nincsen külön. A kultúra nem a politikusoké. A kultúra a miénk. Nem adjuk. A kultúra közös nemzeti alap.